Isti! Eneba, több mint 10 000 digitális címmel és folyamatosan bővülő palettával szolgáló digitális áruház. Hihetetlenül jó árak, általam és sokak mások által megbízhatóra tesztelve. Leírásban a link, menj rá, nézd szét! Isti kóddal 3% leesik. Jó napot kívánok! What's cracking, Daniel? Na mi a pálya? Semmi, semmi. Hát 3-4 óra múlva tala. Yep. Most elfoglalt vagy? Nem. Miért? Jó. Figyelj, hogy van ez a Turing cucc? $100 a sétálójegy, úgymond. Az, aki csak négy. Jegy! Aha, igen. $200 az, aki versenyez is. Verseny is van, bazd meg! Hát lesz gyorsulási verseny, még szépségverseny, és akkor ebből a fedezetből nem tudjuk még mennyit, attól függ mennyien jönnek el, vagy kettő, hogyha nagyon sok énnek, akkor $5000 lesz kiadva, fejenként a győzteseknek. Aha. Ha sokan vannak, akkor lehet, hogy mit tudom én, 3-4, hogyha kevesebben jönnek, akkor 1-2, attól függ, hogy hányan jönnek el. Aztán vágom! Előbb lenne a hangárba, aztán is oltva lenne egy szépségverseny, hogy amikor még szép tiszták az autók, azt utána őket össze lehet baszni a tereptéren, ott is meg ki lesz jelölve egy szakasz. Aha. Figyelj, megkérdezem. Aztán ott lesz a gyorsulás. Legondolom téged inkább a szépségverseny érdekel. Hát, jaj. Szívesen indulnék a gyorsuláson is, csak az a baj, ez az autó a lófasz nem érek. Hát, jaj. Úgyhogy... Elvileg Mike is jön. Aha. Dumálgattunk picit. Very nice. Jó, figyelj, hol találkozunk előtte? Küldök egy Kortit ide jön? Hát figyelj, lehet, hogy nyomok egy-két fart már, hogyha már izé, addig. Ja, jó, az már nekem is, meg vizet. Jó, intézettem. Én addig melóznék egy kicsit, jaj. Nem sokat, mint egy fél órát, vagy nem tudom mennyit, és akkor hol találkozzunk? Negyed körül. Hát nem tudom, hol leszek majd negyedkor, lehet, hogy meg kint a reptéren, vagy nem tudom, még kéne venni sok-sok kaját, sok-sok vizet, a csométartóját, meg ilyeneket. Persze. Nem tudom. Majd. Jó, dumálunk majd. Felhívsz, akkor negyedkor majd. Jó, hibátlan, megyek majd akkor. Hali. Halló. Jó napot az úrnak. Elnézésre zavarom. Nem érdekelni az urat? Esetleg önvédelmi eszközök? Nem, sajnos nem. És munkalehetőség esetleg ilyen önvédelmi eszközökkel foglalkozó munkalehetőség? Nagyon jó lenne, nem tudom érdekelni. Azt sem, köszönöm szépen. Nem, pedig elég sokat keres, nem tudom, látja ott az autót hátul. Látom. Persze. Szerintem megélni magának mindenképpen. Meghagyom magunknak ezt a munkát, uraim. Hát rendben. Jó fuvarozás. Köszönöm szépen. Már engem vittek múltkor? Lehet, hogy nem tudom, biztos. Az a baj, annyi embert viszünk, persze, hogy nem tudjuk ezt így. Igen. Hát mert maguk itt azt hiszem a numberben fuvarosok. Nem tudom, nem nagyon végeztünk még egyébként piackutatást, az is még várat magára, mert beszéltünk erről is, de nem tudok erről. Rendben, hát ha mégis érdekelni valamilyen fegyver eladás esetleg, vagy valami ilyesmi, hogy telefonszámot cserélhetnék mindenképpen, vagy ilyesmi? Persze, mondom a számom. Jó. Megyek erre a tuning találkozóra, ami ma lesz elvileg, arra jönnek, uraim? Lehetséges, hogy nem is láttam. Csak autó van, ez nem hiszem, hogy nyerne bármit is, hogy... Hát maga szerint az én autón fog nyerni bármit is? Tehát igazából csak a fanolás miatt, meg a kapcsolatépítés miatt. Igen. Valljuk be azért, magának több esély van, ha értem őt célt. Nem, nincsen. Most hát... az autó tuning szinten nézze már rá. Tehát csak egy felnyi van rajta, meg izé, ablakfóliázás. Igen, attól még, hogy népszerű a csontos forattól, még nem hiszem, hogy ez számítana valamit is. Meglátjuk majd. Szép napot, uraim, akkor beszélt el fel. Aztán csak óvatosan. Úgy. Azt mondja, szereted a motor bőgését, a gumicsikorgását, benzinközi atát, akkor téged keresünk! Ma 19.30 Sandy Shorzy reptéren várunk a hét legnagyobb tuning találkozójára. Az első 20 ember ingyen welcome drinkben részesül, a helyszínen gyorsulási verseny, valamint autószépség verseny is lesz, melynek győztseit pénzdalomban részesítjük. I gotta grab that, árakkal és pontos részletekkel 638-15 érdeklődni. Csörgessük már meg ezt a számot. Halló, üdvözlöm, Csontos Sámuel vagyok. Érdeklődni szeretnék ez iránt, a tuning találkozó iránt, a pontos részletek iránt tulajdonképpen, hogy ezt milyen árak és pontos részletek, mit akarnak ezek például? Sziasztok, Samu, Steve vagyok, nem tudom mennyire emlékszel még, Daniel, átad ismerjük egymást. Szevasz, Steve, akkor te vagy az egyik szervező?
Hát igazából Daniellel ketten szervezzük ezt az egészet, szóval... Na hát ezt ő ne elfelejtette közölni Daniel egyébként. Elfelejtette hogy... mondani? Elfelejtette baszki, annyit mondott, hogy van, lesz egy ilyen és hogy mentek rá, vagy mennek rá, mondom, aha. Hát azt a lényeget nem mondta, hogy mit szervezzük. Na mindegy, oké. Okay. Igazából annyi a felállás, hogy itt a Yellowjack-től északnyugatra van ez az elhagyatott reptér. Itt lesz megtartva az egész. Azt vágom, ja. És akkor annyi, hogy kettőfajta jegy lesz. Az egyik csak ilyen sétáló, ugye tudod, aki így civilek be szeretnének jönni, szétnézni, megnézni a gyorsulási versenyt, meg ilyenek. És lesz a másik egy, ami $200 lesz. Az már a nevezősös jegy. Tehát, hogyha azt veszik az emberek, akkor itt tudnak indulni magán a gyorsulási versenyen is, illetve a szépségversenyen is. Nyilván az első helyezett az pénzjutalomban fog részesülni, ezt még pontosan nem beszéltük le Daniellel, hogy mennyi, de szerintem egy ilyen, én ilyen $3000-ra gondoltam, szerintem az egy egész barátságos összeg. Aha, persze, hogyne. Jó van, figyelj csak, akkor Daniellt én megcsörgetem, aztán akkor találkozunk valahol, és akkor menjünk együtt ki szerintem. Igazából én már itt vagyok, kicsit felmérem a terepet, megnézem, meddig kellene a gyorsulást csinálni, meg a kiállítást, vagy a szépségversenyt, és akkor... Figyelj, akkor kimegyek majd, oda, jó? Majd... Kíváncsi vagyok, hogy mi a szitu, kimegyek oda, jó? Figyelj, jó, gyere, várnak, oké? Oké, köszi, hello. Hello, te figyelj már, azt elfelejtetted közben, hogy ti szervezitek ezt, baszki. Hát dehogy nem mondtam. Hát akkor nem tudom, nekem ez így totálisan eltűnt. Na mindegy, Steve-vel most beszéltem, fölhívtam, azt hittem, hogy mindegy, föl sem fogtam, mi a másik szám. Figyelj csak, én kimegyek hozzá a reptérre. Jó, meg mert mondta, ja, hogy mondta, hogy ő már kín van, és mondta, hogy ő most találgatja ki, hogy mi, hogy legyen, meg hogy gyorsulás, hogy legyen, aztán kíváncsi vagyok. Jó, mindjárt jövök én is, persze, segítünk. Jó Mikey van. Mikey most öltözködik át, ő fog járulni a kajápiát, vettünk jó sok 60 plusz vizét, kenyert, meg vizet. Very nice. Az első 20 embernek welcome drink lesz, a Steve-nél van. Aha. Úgyhogy akkor én még elveszem, elmegyek megvenni a cetliket. Megírjuk, aztán zsalunk ki szerintem én is sosem. Alright, akkor találkozunk ott kín. Oké, Sandy Sarsi repülő. Oké, cső. Very good. Akkor Sandy Sarsi reptér, az this one. I guess. Menjünk. Kérdezzük, mennyire legális az egész, sejtésém szerint sem mennyire. Szépen alakulgatnak itt a dolgok, meg Samu is ide ért közben. Na jó, majd umálunk akkor. Na, csá. Egy minimális igen, nem sok, de van. Oké, és na. Oké, ciao. Na szóval, Steve. Ciao, Samu, mi újság? Minden a lehető legnagyobb rendben van. Tökéletes. Látom, már itt teszteljétek élesben a dolgot. Hát persze, itt a srácok már itt nyomják, melegítik a gumikat a versenyre. Látom. Na figyelj, igazából én arra gondoltam, hogy ott a bejáratnál ott alapból kettő kocsival kiállnánk, csak hogy lássák, hogy itt tudunk találkozó. Ja igen, amúgy ez egy jó ötlet, ja. És akkor hát kicsit hangulatosabb, mintha csak így a nagy semmibe így itt vagyunk, hello, szia. Szia, aztán most. Szerbusztok, csoda Samu, sziasztok. Csacsa Samu. Samu, Jó, Samu, ja, yes, super, yes. Hát a Merci álljó ki, meg mondjuk a Dodge, mert ez a kettő nagyon szép. Hát az Eclipse is jó szerintem, meg lesz a különlegesség. Hát úgy mondom, hogy nagyobb, meg fényesebb, na így mondtam. Hát igen. Feltörődna. Jaj. De hozzam a Suzuki-mat, oda kiállunk, egyből 40 ember jön. Persze, egyből 50 ember fordul vissza. Tényleg, hány emberre számítotok egyébként? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Rég volt kiírva, tehát jó lenne, ha valaki írogatná, nem tudom ki a szervező. Ő az egyik. Már rég nem láttam, azaz. Hát dehogy nem, ott van most is. Én olyan 5 perc, amikor indultam a városba, mondjuk akkor pont akkor láttam egyébként. Pörög az. Mennyivel megy ez az Impala? Hát ezt én nem fogok ezzel versenyezni, maradjunk csak annyiban. Én sem fogok, pillanat. Oké. De úgyis az egy Eclipse ott a másika? Jézusom, de szép. Atya úristen. Aha, még rendesen izé.
Bázony. Több pontos biztonsági övvel beszarsz neki. Atya úristen. Vá, ez nagyon komoly. Ez igazi tuning autó, gyerek. Ez kurva jól néz ki, te jó isten. Hát, kéne egy ilyen a rohadt életbe. Az a baj, pont most. Pont most vették ki a szalomból, most már csak importra jön be a városba. Jaj, vágom, az ára, hallottam. Az ára, az valami háromszoros ára nőtt, tehát. Ó, hát, isten. Én úgy hallottam, hogy sokkal több szörösére. Tehát én csak ma voltam, ma tehát, voltam tehát. Pár ismerősnél, akik importálják, és ők úgy mondták, hogy olyan 2-250 között, tehát 200-250 ezer között. Azt szépen, jó ég. De mi gyári, vagy ezt tuningolta állapotban, vagy hogy van ez? Na, ezt nem kérdeztem. Nem. Szerintem full alapon. Én úgy gondolom. Jaj, hát ebben is csak egy 4-es motor van jelenleg. Aha. Csak ugye még rá kéne költöm egy olyan 150 ezeret, hogy fullos legyen. Az tehát igen. Ez most így is kurva jól néz ki. Jaj. Mondjuk ott a szájba, aztán csinálok egy képet róla neked. Rendben. Azt a kurva, kurva jól néz ki a kocsi. Nyitva van? Ah, nyitva van. Nyitva hát. Jaj, de pózerkedek. Wow. Aha. This is good. El vagyok itt azért. Oh, fire. Pillanat. Oké. Okay. Oh. Azaz, nem kérjük a háttérbe, köszönjük. Jönnek már az emberek. Azaz. Na, jó van, elvileg elkészültetek. Very nice, very nice, köszi. Gondolom, hogy vittem valamelyik kocsit nyugodtan, nyitva van. Nem akarok itt. Még a végét, még a végét megtöröm, vagy valami. Ó, de hogy töröd meg, egyenes terepen te csak tudsz vezetni. Hát, jó persze, de... Na jó, kipróbálom, na jó. Gyere, szállj be! Jajajajaja, szállj be, az a tiszta. Biztos nem tré, amúgy? Nem tré. Wow. Töröd meg, mennyi ember ült benne. És mi van ebbe egyébként? Így most ez a... Egy 4-es motort tudunk. Jézusom, milyen hangja van. Aha! Hát annyira azért nem harap. Annyira nem, az a baj, hogy jobban ment, de sajnos ezt egy kicsit elrontották el jelenleg intézésre, hogy azért hát csak jobban menjen már, mint egy Suzuki Vitara. Azaz, nekem Peugeot volt, Peugeot 205 volt. Azok is jó. Hát volt, aztán az egyszer csak felébredtem, és már a hátsó kerékből gyakorlatilag első kerék lett, és baromi lomha lett a kocsi. Úgyhogy arra is adtam a francba. De Dodge az azért jobban oda tesz. Na, úgy látom, megjött már a Skyline-os haver társaság. Tuning találkozik. Ja. Szépségverseny is lesz arra, esetleg nevezni az autó. Nagyon jó az a kocsi, nagyon hangjában beszarok. Köszi, vezethettem. A gondolatot, hogy Dodge próbált ki. Amelyiket? Dodge-ot. Az is a tiéd? Csásamú! Szevasztok, srácok! Hey! Azt a fúrú, milyen felnik van ez neked. Szevasz, Mikey! 200 dollárra ugye nevezés. De figyelj már, amúgy én rájöttem, hogy én szerintem tök hülyén mondom a nevedet, nem Miki vagy te? Nem, Mikey. Mikey, jó, mert én gondolom, hogy találtam egy esnyomást, ahol Mickey voltál. Mickey Y. Igen, az Miki. Én nem tudom. Mint az egér, tudod? Mindegy, Mikey. De jó, hát akkor már jó, akkor jól mondtam, az a lényeg, jó van. Na mi van veled? I'm good! Jó vagyok. Gyere ide, odaadom. Ez nem az egyéb. Érezzük a büfés néni. Hallottam, és ebben a ruhában fogsz osztogatni kaját? Így van. Nice. Nézzek, itt a testvéremnek is olyannyi van, mondjuk nem tudom, hogy ez ki, de üdvözlöm, uram. Azért nézd, hogy ki. Kenyeret, vagy vizet. Hát van, köszönöm. Ó, sajnálom, pedig van eladó. Érezzük a büfés néni. Azaz. Mi nem vagy te egyébként, már kimaradjunk mennyiban. Ezzel már én is gondolkodtam. Azaz, vagy te minden itt. Hogy megy ez a Mitsu? Ja, bár akarja. Há, szarul! Nem az enyém. Nem az enyém. Jaj, hát gondoltam. Persze, nem az enyém. Meglepően nem jól, és egyébként 4-es motortuning van benne, de egyszerűen a lomha. Lehet, hogy még az Impala... Nem tudom. Azt azért, azért gondold. Próbáljuk már ki, várj, ezt most le akarom teszteni. Hol a tulaj? Várjátok, nem látom. Mi a helyzet, Daniel? What's cracking?
Nothing. De figyelj már ezt, valaha mostod ezt az öltönyt egyébként. Hallod, most húztam fel. Nem. Igen? Ja, akkor jó, mert mindig ebben átlak, érted? Aztán így... Halad, tök izébe voltam, eddig tök lazába voltam, most gondoltam, hogy kicsípem magam pomádom. Kicsípted magad? Hát én meg úgy voltam vele, hogy én itt ilyen hozom az utcát, ahogy eddig. De azért az Adidas melegítőgatját azért csak lecseréltem, mert azért ülsz benne a kocsiba, bebőzsödik a segged. Tessék? Nincsen. És neked nincs? Kéne az autóm? Be fog férni? Az autód arra kéne, hogy arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha de kiállnánk az útban és alkotnánk egy kaput. És te tiédre gondoltunk, meg Steve-ére. Tökéletes, tökéletes. És az én autóm az így reprezentálja itt a hangulatot, azt gondolod egyébként? Hát, miért akkor álljak én ki a Teslával? Hát, na az semmiképpen sem, mert az mindenki. Akkor nem álljak senki. Az. Hát. Ezt adom, Steve, ezt adom. Jó napot, uram, jó napot. Tisztelet. Jó napot. Még egy kis hamburgert, vizet, kólát. Ez a csúnya Tesla. Ki ez a csúnya Tesla? Ajajajajaj. Daniel, te itt nem nagyon leszel. Te itt nem nagyon leszel izé. Ismerem az ujjászorom, hogy ki. Ja. Máj, tudod, őket meséltem. Hajszarító, hogy is lehet nevezni? Figyi, megyünk egy gyorsulást a Impala ellen. Esküvügyen hozom a titánt. El kell mennem egy kis apró pénzért. Szerintem a Bentley ellen áll ki. Hallod, a Bentley ellen áll ki. Kiállsz a Bentley ellen az Impalával? Én álljak ki. Hát miért nem? Jó, hozom. Mikey, indítasz? Persze, hogy nem. Jó, akkor jövök, jó. A harmadik éjszakban. Mit kell tudni erre az autóra, legalább ilyen maxos motoros? Na, persze. Jó van, akkor úgy otthagysz, mint a szar. Mindjárt jövök. Hát csak nem. Aha, persze. Kipróbálom én is a Teslát, Csabó. Aha. Jó vagy ott, jó vagy ott. Majd úgy beállnak aztán. Öltetek, kössétek be, mert... Nem körverseny, tehát a végéig tart. A legvégéig? Kézemelésre indulunk, jó? Tehát már a homokba... Jó, várjátok. Egy. Az egy lag. Aha! De inkább egy. Legyen az, hogy lecsapod a kezed, az a biztos. Jajajaj, ne is számolj vissza, csak csapd le is, megyünk. Bassz meg, nem megy! Juh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 u
Istenem, ez nem nagyon megy így itt. És az... A gőlenk fény az ön emlék... Micsoda a szellemed, de mit zor? Jó. Hát ez nem igazán jött össze. Hát akkor én enyém, jó napot. Én lehet inkább... Mi történt az elején? Mi történt az elejével? Mit emelte ez magát? Szar. Micsoda? 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 Úgy fölrántotta a kocsi elejét. Az autó lehet. Ja, hát akkor nem látták ezt még, én már ezt már átéltem egyszer, csak mindig megijeszt egyébként, de én már találkozom. Igen. Igen. A V8! Ki akarja próbálni a Bentley-t? Ne, hát megnézhet, nem akarom, tudja mit, nem akarom. Ne féljen, nem lesz semmi baj a kocsinak, fullarva. Az a helyzet, hogy én már gondolkodtam ezen az autón, hogy megnézhetnénk? Na, Mikey-t érdekli is. Engem, uram, sajnos nem. Itt van is, van, kinyitom magának az ajtót. Daniel, nyertem! Jó? Nyugodtan. Nyertél. Azért, hogy nyertem, persze, hát nem látod, hogy megaláztalak, nem is láttál engem. Hát figyelj, azért a szemüveget vedd le. Nem. Rajtnál, hogy mindenkit ott hagytam, ezt az autót nagyon-nagyon lehezen lehet levenni rajtba. Hát, de ez nem egy touring autó, sajnos, jaj, de kár. Ez a Teslára mondom. Na, tudom. Uraim, akik nevezni szeretnének szépség vagy gyorsulási, illetve én vagy gyorsulási versenyre, akkor ezt $200 vagy a 383-asnak, 359-esnek kell adni. Elvileg amúgy indulnék a szépségversenyen vele. Ja. Vagy ez nevetséges dolog lehet?
Akkor nem, nem hogy... indulok, persze, nyugodtan kért kölcsön, nyugodtan. De, nyugodtan is csak annyi, hogy amíg jön a négy, addig legyen kint valami, legyen látszatja dolognak, és akkor amint elkezdődik persze, a verseny, persze, azt beszéltük. Nyugodtan. Jó. Figyelj csak. Rak. Így nyugodtan szállj. Oda állok vele, és akkor... Beszállok azért én is. Biztos, ami biztos. Persze. Majd ha véletlen összeporolod, de kapsz rá egy kis fényesít. Á, amúgy egyelő egész jól tartja magát. Á, már kezd gyuvásodni mondjuk. Nem baj. Ja így, aha. Na kb. Így. Hát csak hogy legyen látszatja a dolog. Very good. Persze. Jó lesz, persze. Anyád, mekkora flash már ez a scenery. Ez a táj így. És lemegy a pont a nap. Jaj, de ki van találva. Uraim, indít csak egyet? Megköszönjük. Rendben, amikor leengedem a kezem. Most jó? Nem. Csak igen, most jó. Csak kiabálja. Ne. Leengedem a kezem, aztán annyi. Előrébb vagyunk. Jó. Most akkor lesz a rajt. Bum! Hey. Na, ki fog gyerni szerintem? Very nice. Hát Skyline talán. Volt ott Skyline, föl se fogom. Kicsit sötét van. Úgy látom, Dodge. Ezt innen látod? Hát... Erős vagy? Mintha jól láttam, nem biztos. Rajtad van szemüveg, bár az napszemüveg az? Igaz, napszemüveg az. Sajnos, hogyha... Hát az... Attól függetlenül jobban látsz, mint én anélkül, nagyon jó. Visszajönnek, megkérdezzük. Jaj. Hát, előbb ért ide a Dodge. Jaj, az igaz. Csak jöztem nézni. De figyeld, elindulok. Szerintem azt kéne egyébként, hogy oda is áll egy ember a másik végébe. Hát, csak bevallják, hogy ki nyert. Hát, mondjuk jó. Na! Szerintem. Érkeznek a kocsik. Csak a, mert hogy, ja. Úgy akkor official lenne. Jaja. Wow. Szép napot! Maguknak kell adni a belépőt? Nem nekem, egy Daniel nevű úr lesz. Elvileg elmentek, mindjárt jönnek vissza. Ja, jól van. Elvileti szinten, egy ilyen kék öltönyös úr lesz. Jól van. Majd tudom úgy is. Okés. Ugye kettőfajta verseny van, az egyik ilyen szépségverseny, a másik meg ugye ilyen gyorsulásit. Aztán majd külön-külön jegy van mindkettőre elvileg. Jól van, köszönöm szépen. Nincs mit. Ott az úr egyébként a kék öltönyben. Na, ó, megyek is, köszönöm. Nincs mit. Úr, szép az a kocsit. Jaj, jó a festése. Igen, milyen jel? Zora a gép, uram. El is adom. Ez mit jelent? Mennyiért? Mennyiért venni az úrattól függ. Pillanat, megnézem a bankszámlámat. Rendben. Tudok olyan érte, egy 10 000-et. Annyi van az úr. Hát tudja, én nem vagyok gazdag ember, sose voltam. Annyit keresek 20 perc alatt, uram. Hát maga nagyon kemény. Muszáj. Jól teszi. Hát egy ilyen 75 ezerért adnám, amúgy szívem szerint. Na, hát lehet, szerintem itt a napszemüveges úr, a súlyt urat érdekli. Á, engem. Kösz. Hát legyen egy gyorsulásom. Jó, akkor 300 dollárt kérek szépen. 300 dollár, ugye? Igen, 300. Úgy, hogy mindkét jön. Egy perces is szóval. Uraim, itt minden rendben? Biztos nem szeretné kipróbálni a bentit, uram. Kipróbálom, na, de ez az ajtó, ez itt mi, uraim, a földön? Nem tudjuk, nem kell ilyen apróságokkal foglalkozni. Négy ott. Jó, biztos, hogy az önöki egyébként. Nem, dehogy nem. Aha, hát, kis csalás, kis súlycskönnyítés. Mennyire nem ide való az én kocsim? Nyugodtan nyomhatja neki, én előbb 270-et mentem a pálya végén. Na de akkor valaki álljon ki ellenem. Valaki? Jó, hát, kerítek maga ellenem. Kerítsen. Nem tudom, hogy... Kerít, ortizak szóljak? Persze, legyen akkor már valami tétje.
Zseni. Ja, én meg itt ott nem ki a kocsit, ezt nem a zsenyében. Hú, azért a line-up az... az Zoral, az ott van. Jó, majd én is találkozunk. Zoral a line-up. Ja. Általában ilyen, nem tudom, két hetente, hetente szoktak azért lenni. Valahogy sűrűbben, majd egy ritkábban, változó. Merre vagy? Na, jó, akkor vagy... Fire! Miért tartok... Visszatudni nem tudom, attól függ hány, mert szeretnék díjazni az első helyezetteket mindkét. Jó, jó, Ali. A legszebb autót is, tehát azt majd mindent jön vissza ide, el kellett mennie. Jó, rendben. Szeretnénk az első helyezetteket, attól függ, hogy hát fognak ki eljönni, az van, aki különben lesz ki azt. Ja. Jöjjön a tulajdonjátok fia. Abban lesz fedezve a belőkökben, azért kérjünk csak ezért, hiszen nem is tudjunk adni az elsőkhez. Jó napot! Elnézem a kavarásért is. Damn! A kurva eget, Geci! Jó napot, megint én vagyok a... Jó estét! Anyaggattam magát a munkával. Biztos nem érekenyíted azért a 10.000 dollár, elég aggasztó, elég aggasztó. Mi aggaszt jönt? Hát a 10.000 dollár jön a számlán. Hát... Hát, igen. Ezzel a munkával lehet lenne. Igen, igen, hát. Az így egy tízszerese ennek. Hát, uram, majd én megoldom, tudja. És alakul ez, tudja, azért van, tehát bizniszt építünk, vannak alkalmazottak, stb. Bővülni próbálunk. És a fuvarozással próbál még szerezni pénzt, mert kicsit... Erre gondoltam, így van, ezt próbáljuk bővíteni. Most vettünk fel egy alkalmazotti kolléganőt is egyébként, úgyhogy... Tudja, próbáljuk minél inkább tisztában csinálni. Hát ebben a városban mindenki azt csinálja, mint önök. Hát... Dehogy nem. Hogy ne? Lehetséges, de... Mi más csinálunk, mint a többiek. Nem csak sima fegyverárulás igazából. Értem én, hanem még boltok, tudom, ismerem. Dehogy is nem, a rablás az nem éri meg. Akkor mit csinálnak pénz még azon kívül? Hát igazából embereket mozgatok amúgy. Én vagyok itt, nem azt mondom, hogy fejes, viszont eléggé nagy hatalmam van itt az emberek között. Nagyon sok fegyverárust én mozgatok, én gyártam a fegyvereket igazából. És azért gondoltam magának, tudnék elég jó áron fegyvert gyártatni, ha gondolná. I see. Hát, tudja, az a helyzet, hogy volt idő, amikor voltak fegyverek nálam, és csak a szar volt körülötte. Csak a szopás volt benne nekem, az hát, a helyzet. Én ezt teljesen megértem, viszont azért már kicsit gondolom tapasztaltabb a dologban. Tehát, hogy már adott el fegyvert, ha jó tudomásom szerint. Barátom, nagyon közeli barátja magának, elmondása szerint. Aha. Nem biztos. Hát volt rá precedensja. Tisztelet, az úr vett már jegyet, vagy? Önök volt. Nem. De mindenképp. Melyik autó az öné? Ott az Audi. Ott az a zöld. Nem olyan, aha. Nagyon én szép. Ő magát meghívtam, ha jól emlékszem. Igen, találkoztunk a... Én érdeklődtem a Bentley rendcsak, hát végül másra esélytett. Igen, emlékszem. Milyen jegyet szeretne? Szépségverseny? Gyorsulási hát, verseny, vagy mindkettő esetleg. Szépségverseny. Szépségverseny, akkor 200 dollárt kérnék szépen. Már is. Az Impalában úgy van, Tony? Köszönöm szépen. Hát tudja, nem tudom már. Kinézett. Olyan rég csináltam. Érezik jelókat. Nem, azt hiszem egy egyes motortuning talán került bele. Értem. Nem, egy turbó került bele. Ja, turbó. Azt hiszem, de az is csak alap egyes, tehát hogy semmi lesz a sajnos. Ja, értem. Persze. Úgyhogy az került bele, meg ugye külső, felnyi, fólia, stb. Ilyesmi, de... Aha. De ennyi, de semmi extra. Úgyhogy nem fog abszolút lenyomni senkit. Értem. Elnézést, uram. Parancsoljon. Sikerült találni annál el ellenfélet, ott a Dodge Charger kiállón ellen a Bentley-vel. Nagyon jó. Nagyon jó. És öné ugye akkor a Bentley? Persze. Akkor szállok, pattanok. Pattanjon be. Biztos uram, nem gond uram. Ha nem, gond lenne, nem olyan. Rendben. Pattanjon csak be. Na nézzük. Elmettek, nyitva van. Lehet, hogy az új lenyomatom kell neki. Lehet. Az új lenyomat kellett csak. That's a fact. Köszönöm szépen uram. Visszahozom, ígérem visszahozom egybe. Hát nem is nagyon tudnám messzire vinni. Is sejtettem. Hellóka! Hellóka! Indít valaki?
Hát én nem tudom, de az távolabb kell, hogy állj. Távolabb kell, hogy álljak? Hát, hogy elférünk biztonsággal. Ja, jó, jó. Így? Jaj. Például egy százak egy indítót, jó? Jó, jó, köszi. Hú, de megkúpolom. Elindítja a kört. Ja, egyébként egy kört teszünk, jó? Kört? Hát ja, hogy... végén el lehet menni balra. Ja, és akkor, az még a verseny része, tehát itt a cél, ahol onnan indultunk akkor? Ja. Aha, jó. Csucsok Bentley. Én legalábbis így akarnám. Ha nem gondolnak. Na, nekem ez tökély. Álljon be oda középre. Oda, né? Oda. Tegye fel a kezét és a leengedő, indulunk, jó? Ja, ezt nekem mondja? Így van, hát, önnek igen, mondja, igen, így ja, van. Ja, okés. Csak egy szívességet kérnénk, aztán annyi. Nyugodtan. Thank you! Nos, uraim! Felkészültek? Csak engedlek, ez a lehet. Jó, jó. Mónika! Hú, ez a Bentley egység, ez mi? Ciao. Anyád, várjál! Jaj, túl sok! Jaj, jó vette! Jaj! Hú, ez a kocsi! És nem akartam kipróbálni, hallod? Hú. Hú, ez a kocsi egy át, nagyon durva! Hogy megy az autó? Ez a kocsi, bazzeg, ez egy álom, de megőrülök. Hát biztos, jó drága, nem? Jézusom, mennyibe kerülhet? Fogalmam sincs, nem tudom, csak úgy lehetőségem volt vezetni, hát nagyon durva. De igen, hallottam. Milyen volt? Mennyit? Szép volt, az autó nagyon durva, tehát ez OP, nagyon durva. Hát jó, de az egy fúros. Ez egy fúros, de nagyon, nagyon komoly volt, az kudarra tetszett. Az én dozsom meg azért a gyalog. Jó, hát én most meg se szólok az Impalámmal, tehát hogy így... Ne szégyenkezz, jó kis autó az. Jó, de ez a Bentley, vagy mi ez? Bentley. Jézusom, és én nem akartam kipróbálni. Hát, de fogadjunk, hogy tudok mutatni egy jobb kocsit. Hát, azt sejtettem. Aha. Gyere, kövess. Kövesselek? Hova? Hát, itt van. Ja, hogy ez itt van? Ez itt van. Ez a spéc kocsi. Aha. Ja, yes! Ez az. Nézzük már meg! Fú, de kurva jó ez is amúgy, hogyha úristen belül. Jaj, kösd be magad. Oké. Aha. És ezért is neki kell itt forogni. Igen, legjobbkor. Ta-ta-ta-ta-ta-da-da! Picit arrébb állnára. Menjetek, most sárkod. Vigyázz! Menj. Yeah! Ezt az Impalán is tudja! Az is tudja. Hát az is V8. De idegesíts fel. Vagy nem tudom, hogy ez... Esküszöm, vagy nem tudom, ebben milyen motor van. De abban V8-on a fix. Hát ilyet nem próbáltam még, az a helyzet. Amúgy itt ezt a kanyart barha szűken vetted egyébként az előbb, az jó volt. Jaj. Én ott próbáltam ott... a kútól érni, meg beállőzni. Csak te kellett volna, hogy tartsalak. Igen, mert amúgy jobban vetted az íveket sokkal, én nagyon nagy ívet vettem itt. Hát az a baj, hogy az egy jó vagy gyorsabb kocsi, mint ez. Persze. És azért azt meg kell szokni. Tehát én is emlékszem, amikor még a kis Eclipse-emmel járkáltam, aztán hirtelen Frank ideadta az Aventadort. Hát egy kicsit összefostam magam. Hát azt képzelem, baszki. Na, ez a Mercedes is beengedik. Úristen, de jó a színe ennek is, atya úristen. Jaj. Kipróbálod amúgy saját kézből? Hát, el fog fogyni az üzem, hogy nem menjünk-e megtankolni? Hát, van itt egy tankoló. Helység. Jelölöm, mit szólsz? Ja, nem kell, hát, mert itt van. Hát nem kell, itt van mögöttünk. Ja, ennyire itt van, aha. Ennyire itt van. Nem is figyel. Ó, hát ez kurva jó. Hú, ez itt adja magát a gyorsulásra ez az egész hely. Ja. Nem, te izé, Hungaroringen a mol. A gyorsulási verseny ez nem kezdődött el. Jó, persze. Nem akarja tankolni. Na, és most.
És mi autó van a városban? Fú, jó kérdés, jó kérdés. Nagyjából, én nem tudom, bemutatkoztam, mert csontos Samu vagyok. Lehet, hogy bemutatkoztunk csak ott. Csak úgy, hogy Samu. Ja. De én viszont amúgy nem mondtam, hogy én Ortiz vagyok. Ortiz, örülök a szerencsének. Nem tudom, mióta vagyok, 3 hónapja körülbelül egyébként, 4, valahogy így. Hát akkor nem sűrűn jár erre, nem találkoztunk. Nem. Szerintem tegeződjünk, az a legegyszerűbb egyébként. Jaj, hát akkor jó rendben. És te mióta vagy a városban? Hát én már lassan 1 hónapja, 3,5 hete. Aha. Körülbelül, nice, azért nice. Szép számra összegyűjtünk. Na, bézzek kört. Ja, csak kipróbálom. Úristen, ez a Supra is, szent szar. Hoppá, bocsi. Hopp. Kéne már valamilyen extra autó a rohadt életben, az Impalám az egy rakás szar ezekhez képest. Hát igen. Nehéz pénzt szerezni, mondjuk én ezt a full legálisan szereztem. Igen? Az mit jelent? Mit melóztál? Bányasztom. Oh. Nagyon sokat. Nagyon sokat, képzelem. Hogy csúnyát nem mondjak, nagyon sokat. Vágom. Igen, ez jobb ez a körverseny, hogy körbe kell jönni amúgy, ez így jobb, mint hogy csak úgy végig kell jönni. Javasoltam az egyik szervezőnek, mondta, hogy ez így neki is tetszik, csak így akkor a kocsikkal ott félre kell állni majd. Mert akkor így az elejét, végét mindenki látja. Persze. Ez kurva jó az a kocsi. Meg ez a füstös gumi. Hát ezt most szoktam rám, hogy a füstös gumi miatt vágja így hanyat magát, majdnem. Mennyi volt ez a gumi egyébként? $483. Jó, hát ez teljesen bagatel. De hát és egyébként egy felniszett, meg ilyesmi, mennyi egy ilyen kocsira, erre pont? Hát erre? Fú, ha jól emlékszem, 1000. Vagy 800? Vagy $800, vagy $1000 körül volt. Az se sok. Nem. Egyáltalán nem sok. Hát ugye maga a kocsi az 50 000 volt, meg még amit ráköltöttem, nagyjából egy 58,5 000 dollárban van eddig. Azt a kurva eged, értem, nem láttam annyi pénzt egyben még. Akkor amikor még volt az, amikor volt ilyen segély, azt nem tudom, vágod én 50 000 dollárt. Ja, vágom. Na, akkor sem volt annyi egyébként nekem, tehát az... Ja. Na most jön a gyorsulási verseny? Most valami van, ki is szállok, átadom a kocsit. Jó. Nyomja csak, persze. De jól néz ki ez a Supra. Ez Eclipse is jó. Jaj, meg a Lancer Evo! Az mióta van amúgy Evo? Szépség van. Damn, boy! Anyád ez az Evo! Azt ez az Evo, ez ki? Atya úristen, gratulálok hozzá, kurva jó. Meg az a rendszám ember! Anyád, de kurva jó. Az a felni öcsém, Jézusom! Á, hülyét kapok. Szép itt ez az autó. Ez is szép, nagyon ez a Eclipse. Ez az én kezem munkája igazából. Szép. Tudom, most próbálja ajánlgatni a melót, de még mindig nem érdekel. Melyik a szerelő úr? Hajd a slám! What's up, Samu? What's cracking? Jöttél autóval? Persze. Nem mutatod meg itt népeknek, hogy mit? Nem állt be amúgy kajak? Nem. Kinek sikerül eladni a Bentley-met, adok 5000 pontot. Kíros dátra nevedre. Uraim. Mennyiért vagyok? Nem volt az autó, uram. Kezdjük a jobb oldallal. Nagyon jó. És akkor jöjjünk ehhez. Nyomta neki rendesen? Persze. Az a jó. Aki úgy gondolja, hogy ez az autó megérdemelni azt, hogy ő nyerjen, az ez kész feltétellel lesz. Én inkább besorakom ide az Impalát, mert teljesen fölösleges. De aztán vannak, hogy egy. Éjjel. Akkor teszem a kezem, kapok rá kedvezményt? Nem. Kezdve. Rendben, akkor hogy nyomjunk tovább? Várjunk, számolok, bocsánat, nekem. Egy ember volt a Suprára, ugye? Vagy nem? Nem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jól számolok? Nem van még kevesebb. De nem. Mire kell szavazni? 9, felírtam. Jó. 9? Igen, csára. Na, akkor a GTR-ra kiszavaz, vagy a Suprára.
Okay. Ti most ellenem vagytok? Várj, nem szabadni, persze. Mindegyik ezt szabadni. Szóval kettőt akarok látni az autónál, mert ez szép. GTR-ra még valaki? Tiltakozom. A saját kocsindra ne szavar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 az is. 9, szintén. Aha, sehol teljesen. Nekem az a Mitsubishi adja. Szabány! Ez kié? Jó, 10. Oké. Na és ez a 4? Na, na, na! Ez nem 8? Nem, ez 4. Nem, ez a 4, és a másik a 8. Ez is 4. Hoppá. Mi az, aki, bemutatott, az minek számol? Erre szagasz. Az minusz egyet érni a gyerekek. Minusz egy. Igen, igen, az minusz egy. Akkor ez ám négy az egy. Ó, nagyon jó. Minusz egy. Hát, szomorú. Egy, ja, igen. Várjunk. Aha. Hát Daniel, most te lesz az, nem jó, mert... A következős. Nem. Jó, oké. Na, itt az a másik ám négy. Egy palacsintás szoktam ezen csinálni. Ez csak minusz fél. Jó, Csiza. Megint össze. Erre hányan? Én. Kamaj! Nézd meg! Kettő a szóval. Én is. Egy, oké. Okay. Na jó szállalomból, megadom. Jó, akkor kettő. Akkor kettő lesz. Jó, oké. Okay. Tovább? Rá? Gyerek. Szeretkes szarra. Amúgy tényleg kis szeretkes. Nem értem, hogy... Hát mert én nem csak ide álltam. Nem, oda is álltam amúgy. Körülbelül. Szóval hány ember? Ó, letakarítják, figyelj. Hát, csak a legszebb képét tassam el nekik, nehogy már nem adok. Kap tőlem egy ilyen szállalomdíjat. Jó, akkor ennek is egyet írunk. Tovább, a Challenger. Haj, nem nyilatkozok. Challenger hány embernek? Egy? Ez adja. Kettő, három. Már amikor megcsináltad ez a krumpet. Ez nagyon fire volt a kocsi. Hat. Akkor megvetted az autót, mondtam, hogy ne vedd meg. Kettő, négy, hat. Csak be kezd vonálni az Impalával, bazd meg. Nem, már lemaradtam róla, mindegy. Anyád az a Supra! Na szóval, nem tudom. Én bízok a tiédbe, ez most faszán. Én is, én is. Le kell rakni 10 évet. Mindenki rakja a kezét. Kék kinevez, hányan? Felrakok én neked mindjárt olyat. Na, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ellen is. Oké. Erre a szép homoksárga célára. Jó, Csiza. Szuprára még kettő, oké, 11. Akkor azt mondom, melyik volt ez a Nissan? 11. Holott sovuk. Egyedinek már álltak, ez nem értek kellett. Miért csak? Igen. Te látsz engem? Nincs látlak, bátya. Nincs ízlés ember. Ó, faszok, figyelj. Számú. Jó, jó. Nem tudják, mi a jó a japánok. Itt vagyunk a sárga célánál, jöjjenek vissza. Jop. Sárga. Sárga célá. Homoksárga. Sárga célára kiszavaz. Egy, kettő, három, négy. Négyet számolnak. Jó. Lássuk azokat, ott egy ötödik. Ott egy ötödik. Jó. Akkor lesz egy hatodik, kiveszi meg. 10 dollár, 10 dollár a licit. Kinek kezdjük? Mennyit fizet? 10 dollár a licit. Annyiért elviszom annyitot. Annyudat? Leköpi ezt a szar német autót, azt mondja. Zsenya. Ki azt a... Jó, akkor ez is... Szépen, de hát ez törött az első szélvédő ura. Hoppáré! Minusz 10.000 pont. Na menjünk tovább. Szóval akkor a Stinger egy maradj az kacsba, hogy én nyertem. Na. Maradjunk annyiba, hogy a Nissan nyert. Eddig vezet az a Grand Tehu. Igen, CLS. Ez a mert úgy tudom, hogy szerelő úré, szóval fel a kezekkel. Kedvezmény lesz, kedvezmény lesz. Dehogy lesz! Többbe fogna számlázni. Mindenki tegye fel a kezét, aki rászavazik. Négyes a saját autóra lehet szavazni? Persze. Nem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 az itt a CLS-re, akkor az A3. Ez is retkes. Vízről nem hallottam? Megítedek majd innen, na. Én a Mitsubishire. Ide. A sivatag közepén, hát most mit várnak, uraim? Ez tiszta? Ez szóval clean, az a motherfucker, az biztos. Hát már ez most sőt, ez a... Szias a barátom lapom, majd most derül szóval. Elbuk le. Melyik a tiad? Mindenki puca hénzel. Reméljük a tiad megnyeri. Puca hénzel. Picit célra tudnál kárni, meg tudjam számolni? Igen. Persze. Az Evo a straight fire.
Gyere vissza! Jó, így, jó, így, jó, így. Munka is szét vagy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saját magam miért szavazoltál? Az volt a 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13 szavaztak például. 12? 13 adták a színemet. Igen. 13. Jó, és ez, akkor ez a sárga eklipsz, ez hány szavazatot érdemel? Minusz egyet. Szép, de nem egyedi, de akkor. Hey, 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 hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mondja csak. Jó. Ja. Mindenki álljon be az autó elé, elküldöm a pont, csinálják egy kép. Ó, oké, király. Hopp, 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 Daniel, mi már gáljunk. Mi álljunk arra, és beszéljük meg, jó? Ne. Az egy nyert, nem? Lanszere volt. Szerintem is, remélem legalábbis. Hát elég cool. Fuss rászok. Kibaszottul ott van. Na mi a pálya? Nekem vannak FPS dropjai. Micsoda? Nem, nem minden kóra. Ja, itt a piros. Ez itt a szupra. Tikkel a szabad. Igen. Igen, igen, tikkelek. Droppul a szemem. Hát Daniel ezért nyert, nem? Lanszer. Lanszer? Igen, az ember majd, majd kihirdetjük. Végül, de amúgy szerintem még kéne egy második fordulat tartani, mert így most túl sok volt ömlászva. Az ilyen nagyobb piciket azokat kidobáljuk, úgymond. Ez kell jönni, nem jó arc! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, akkor marad a 12. Jó. Hoppá, Jard, Jard! Spuri, Spuri! Eklipsz, hányra szavazott? Súr, Spuri! Nem kell futni, haló! Ki voltak hívva? Ki voltak hívva, nem kell futni. Nagyon jó, nagyon jó. Jaj, Istenem, korolyan! Megnézek a haverjait! És körbe, körbe donátolja, beszarok! Menjünk csak oda! Kérdezzük már meg, mi van most? Anyád, mi az a Bugatti? Jézus! Húha! Ki szabad erre? Szerintem megvan a győztesünk! Szerintem megvan a győztesünk, srácok! Na, ki szabad a rendőrautóra? Ki lett hívva az urat? Hát valaki ki lett hívva, nem tudjuk miért. Mondja a telefonszámot is. Telefonszámot mondjon. Magárnyózk vagyok, mondja csak. Mindjárt hát... felhívom, mondja a számot. Aj! Az a kiköltözés mondta, hogy ki lettek hívva. Mászadok nem ki lettek hívva, hát már délután meg lett beszélve egy egységükkel, hogy kik a fáradalom. Egy másik egység biztosítás céljában, hogy ne történjen probléma. Szálljanak le a kocsidot? Buli van a rendőrautón! Hoppá! Srácok, szálljatok már le! Na akkor én nyerem! Rendőri túlkapás! Normális keretek között próbáljuk már meg jól érezni magunkat, légy szíves! Mi si képes, hogy gyere le végül! Nem rendőri túlkapás, csak én arrébb sétálok, mert nem én voltam. Az is sokkoló? Szóval biztosítás céljából hívtuk ki magukat. De még a délután folyamán, tehát nem most SMS-ben, még a délután igen. Folyamán bementünk, és akkor... Megbeszéltük egy rendőr úrral, hogy... Így van, így van, így van. És... Nem? Kicsit hát jó, rendben. Aki rendőr buzi! Visszatárt, uraim! 3, 4... Komolyan, annyira számja, hogy rátok az emberek? 4 szavazat érkezett. Ezt meg én csináltam rá azt, azt hibát a hátuljára. Rendben, akkor még egy utolsó fordulatot tud tartani. Steve, gyere készít egy szíves. Biztos ebben a döntésben Samuel. Te most kajak felnyújtott. Persze, ez egy jó kocsi. Nem úgy értve át a... Én nem tudja. Igen, igen, biztos hogy fogom én de telefonon, telefonon tartsuk a kapcsolatot, jó? Telefon számot adtam úgyis. Így van, így van, így van. Esetleg később visszatérhetünk rá. Parancsolj! Evo 9 vagy Evo 10? 9. Jó választást látod. Te is lefested az én színemre. De hogyha... De ki? Én nem volt 10-et akarok, Mo. És az Eclipse és tulaját, akarok, sárga. Sárga. Álljon arra, hogy na, vagy már sárga. Hé, 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 hé. A sárga Eclipse. Defli. Sírtam magának, jó, jó. Szemet mentettem előröm. Persze. Rendben, köszönöm szépen. Fogunk beszélni akkor. Rendben. Lenne más ajánlat is majd akkor esetleg. Hát hogy ne lenne, hát már meg is lepett volna, ha nincs. Ha nincs, így van, így van. Persze. A challenge. Talán céges autónak más autókat is tudok még rendezni, nagyon olcsó áron. Na, azt majd megbeszéljük. Rendben, jó, akkor nem zaklatom is helyben tovább az urat.
Köszönöm szépen, már köszönöm nyugodt, szépen. Nyugodtan további napja, viszontlátásra. Köszönöm szépen, visszlát. Mennek, távoznak? Hát, nem nyertünk igazából, tehát mindenképp együtt miért. Áááá, értem. Szép napot, szép napot. Persze, persze, tudom. Óvatosan visszlát. Én nem nyugszom, amíg ez az Ivo nem nyer, bazzeg. Komolyan mondom. Daniel, van egy jobb ötletem. Parkoljuk az autókat egy kicsit nagyobb távolságban, és mindenki álljon a kedvence mellé, és akkor nem szavazhat senki. Kétszer, és könnyebb megszámolni. De ez kicsit szar, mert nem tudok dönteni a három. Hát igen, tehát... Hát kell egyet dönteni, akkor... Mindenki tegye fel a kezét, aki erre szeretne szavazni. Egy, kettő... Három... Négy, öt, hat... 8, 9 jött erre is. És még van a Zseni. Bugattiba egy. Csak tudjuk eldönteni. Még a Bugattiba uram, van egy. Még a Bugattiba van egy. Jó, akkor döntetlen. Ő is felteszi a kezét. Látod? Hát mozgókocsinál nehéz. Nem, most mindenki odáll. Nem, most szavazunk. Hát most szavazunk, akkor mindenki a Nissan GT-hez. Na. Ki esett? Hát, nagyon úgy néz ki, hogy ez eldölt. Aj, Isten. Azért még rám szavazott. Nem tudjátok mi. Hát bocs, ha verekoltam pedig. Nem. Na most ide áll mindenki értelemében? Akkor is ez a fire. Okay, várja, várja, még nem vagyok most meg vagy. Jó, mindjárt akkor eldönt már, vagyis mi van. Nagyon adja. Daniel, figyú csak, elköszönök. Elköszönök, menem. Én már csak jó, hozzá akarok. Jó volt, jó volt, jó volt. Oké, jó van, a legközelebb is várunk. Jó nyomjátok. Jó, jó, jövök majd. Hello, hello, jó munkát, csa, csa. Szia. Ó, bocs. Elég volt ennyi. Nem nyerte meg, amit... Én be se álltam a kocsimmal, tehát, hogy... Olyan gépek, srácok, eszement, eszement gépek. Kéne szerezni egy olyan Ivót, basszus. Tudom, sokan kivagynak attól, hogy Ivónak mondom, Evo az, de... Na jó. Irány a város, vissza. De amúgy fire volt, jó sokan eljöttek. Nem gondoltam, hogy ennyien eljönnek egyébként. Úgyhogy mindenképpen pozitív volt egyébként a végeredmény. Az epizód végéhez érkeztünk. Hamarosan folytatás. Jöhet az out. Ró! Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót. A leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.